Jöttetek ide a Kanadába, Magyarországra, milyen körülmények között? Én majdnem 13 éves voltam, mikor a forradalom kitört 56-ban, októberben. És én emlékszem, hogy az apámnak mondtam október 22-én, hogy hallom, hogy tüntetések vannak belvárosban, hogy ez esetleg azt jelenti, hogy holnap nem lesz iskola. Ne viccem, mondja nekem, persze, hogy lesz iskola, és persze utána sosem mentem iskolába Magyarországon még egyszer. És mikor az oroszok visszatértek november elején, 3 héttel később, november 30-án átgyalogoltunk Ausztriába, és aztán onnan Kanadába jöttünk. Hogyan kezdtél foglalkozni drogfogyasztókkal, drogfüggőkkel? Nézd, én 20 évig privát praxisban voltam, mint egy családi orvos. Aztán 7 évig a halálos betegekkel foglalkoztam. De a drogosok mindig érdekelnek engem, nekem is megvannak a szenvedélyes betegségeim, nem én droggal kapcsolatban. Az én esetemben a vásárolásra sok pénzt töltöttem zenén, amit láthatod itten. De nem csak azért, mert szerettem a zenét, hanem tényleg ilyen szenvedély volt. És nem is tudtam abba hagyni. Tehát ez nagy, ismertem ezt belőről. És tudtam azt is, hogy a drog a szenvedély betegség honnan ered, és mindig a fájdalomból ered, akik az emberek ebből szenvednek, azok mindig sokat szenvednek, mint gyerekek, és épp ezt a fájdalmat akarják elfojtani a drogokkal. Tehát mindig érdekelt engem ez a munka, és aztán ott dolgoztam 12 évig Vancouvernak a úgynevezett Downtown East Side, a kelet-belvárosba, ahol több ezer ilyen drogszenvedélyes beteg lakik, és élnek és halnak. Ez a drog probléma Downtown Vancouverben. Honnan jönnek ezek az emberek? Miért vannak itt ilyen nagy számban? Miért pont ezen a területen élnek? Egyik az, hogy ez egy kikötőváros, tehát hajók sokat jönnek ide, minden a világból, tehát könnyen bejönnek a drogok. Egy. Kettő. Itt az időjárás a Kanada nyugati partján tényleg sokkal enyhébb, mint a legtöbb az országban, tehát itt sokkal könnyebb tengődni az utcán, vagy rossz házakban, mint például Kelet-Kanadában, ahol nagyon, tényleg nagyon hideg a tél. Tehát ide jönnek az emberek. Aztán mindenkinek kell egy család, vagy egy szomszédság, ahol ismerve van és el van fogadva. Tehát az emberek gyülekeznek együtt, akiknek ugyanazt a problémával élnek. És aztán jönnek persze, akik nekik segítenek. Épp azért, mert az országban másút nem nyújtják meg ezt a segítséget, tehát éppen jönnek ide az emberek. Tehát több okja van ennek. És persze amellett, hogy a Vancouver kelet belvárosába aránylag, történelmileg legalábbis aránylag olcsó volt a lakás, olcsó, mint másutt. Tehát mindez azok is több másik esetleg összejöttek, hogy ezt a problémát itt okozzák. Ha jól tudom, akkor nagy számban vannak a drogfüggők között az őshonos emberek. Mi az összefüggés a kettő között? A drogfogyasztás és az őshonos között? A szenvedés. A kanadai indiánok, az úgynevezett az első nemzedek, az a nyilvánvaló angol, a borzalmas történelmi szenvedésnek voltak az áldozatai. Először is megfosztották őket a földüktől és a emberi méltóságtól, a nyelvüktől, a vallásoktól, és utána pedig forszírozták őket, kényszerítették őket ezekbe úgynevezett residential schools, ezek az iskolákban, ahol a szüleiket el kellett hagyni, mint 3-4 éveseket, ahol ütötték és verték őket, hogyha a saját nyelvüket beszélték, és egy idegen vallást a torkukba lenyomták, a úgynevezett kereszténységet, ami semmi keresztény is nem volt. És amellett szexuálisan meg voltak erőszakolva, fiúk, lányok, mint 3-4-5 évesek, és nem csak egy generációban, hanem év és év után, 100 évig, 81-ben, 30 évvel ezelőtt szűnt ez meg. Tehát ezek az emberek borzalmasan szenvedtek, és szenvednek most is. Sok faj
gyűlölet, vagy legalábbis diszkrimináció ellenük, ami még mindig létezik itt a Kanadában. Épp ezért nekik a legnagyobb a fájdalmuk, tehát nekik a legnagyobb szükség, hogy a fájdalmat elfogyják alkohollal, vagy más druggal. Kanadában a börtönökbe, az indiánokat találják, és az öngyilkosság sokkal magasabb közöttük, a betegség sokkal magasabb, az elmebetegség, depresszió, és persze a drogszenvedély betegség is sokkal mélyebben érinti őket, mint akárki más itt Kanadában. Ez egy nemzeti tragédia, és egy nemzeti gyalázat. Mióta dolgoztál a Portland Hotel Society-nek, és hogyan próbáltál segíteni ezeknek az embereknek? A Portland Society-ban 12 évig dolgoztam, múlt évig. Én voltam az orvos a Society-nek, és hogy segítettem? Persze, amint csak tudtam, de ez persze nagyon korlátott volt, éppen azért, mert ezek az emberek olyan nehéz helyzetben élnek, a szenvedélyük törvényellenes, tehát gyakran börtönbe ülnek. Betegek, hogy mondják, az HIV, a HIV, yeah. Elmebetegségek vannak persze, mindegyikük gyerekkori traumát szenvedtek, kivétel nélkül. Tehát az ember próbál emberies lenni velük, a heroin szenvedélyre metadont adunk nekik, hogy legalább ezt nem kell tűvel szedni a véreg az erejükbe, hanem meg tudják inni egyszer egy nap. Kezeljük a betegségeket, amitől sokat szenvednek, és általában próbáljuk övni őket azoktól a kártól, amit nem csak a szenvedély betegségük okoz, hanem amit a társadalom okoz nekik. Kanadában itt már nagy népszerűséget tett szert a harm reduction, az ártalomcsökkentés. Yeah. Magyarországon ugyanakkor nagyon sokan ellenkeznek ezzel szemben, azt mondják, hogy ez rossz üzenetet küld a fiataloknak, azt üzeni, hogy a droghasználat biztonságos. Ezzel kapcsolatban mit tudnál mondani? Hát ez ilyenfajta véleményt itt is kifejezik az emberek, persze történelmileg, illetve tudományos szempontból semmi alapja nincsen. Senki sem lesz egy drug addict, senki sem lesz egy szenvedélybetegséges, szóval valaki csak azért, mert valaki kár csökkentést gyakorol. Teljesen érthető, hogyha valaki egy tiszta tűvel oltja be magát, és akkor nem fog saját magának hívet okozni, mert hogyha mástól valaki kapja ezt a piszkos tűt, akkor átadja saját magának vagy másnak a betegséget. Tehát ez nem okoz szenvedélybetegséget, hanem csak segít azoknak, akik már szenvedélybetegek, hogy ne legyenek még betegek. Tehát ez csak emberi szempontból és orvosi szempontból, és persze a pénzügyi szempontból is. Csak egyszerű logika. Yeah. Ezzel szemben meg kell mondanom, hogy például, hogyha egy orvos, vagy egy politikus, vagy egy kereskedő, egy businessman bejön a kórházba egy szívbetegséggel, amit azért kapod, mert dohányzik, és sok stressz alatt él, és nem vigyáz a fizikai egészségére, és túl sokat eszik, senki se állítja azt, hogy ne kezeljük. Mert hogyha kezelnék, az csak azt jelenteni, hogy támogatjuk az egészségtelen szokásait. Tehát itt csak erről van szó, hogy az emberek úgy vannak, ahogy vannak, segítünk neki, vagy nem segítünk neki. És azért, mert valaki drogos, az azt jelenti, hogy ne segítjünk neki. Igen, a kanadai legfelsőbb bíróság hozott egy döntést arról, hogy itt ez az injektáló szoba Vancouverben tovább működhet. Mit gondolsz erről az egész folyamatról? Hát nézd, én ott, mint két évig ott dolgoztam, éppen ezen az injektáló helyen, mint én voltam ott az orvos. Tehát nagyon támogatom és örülöm ennek a döntésnek, de nem elég, mert ha bár megengedte, hogy ez a hely nyitottva maradjon, és hogy nem lehet lezárni őket, nem lehet bezárni, akkor a kormánynak nincs megengedve, hogy bezárja ezt a klinikát. De nem olyan könnyebbé, nem nagyon könnyeztetik, hogy másod ugyanfajta
intézményt nyithassuk ki. Tehát ez még mindig nehéz lesz. A legújabb könyvednek az a címe, hogy Éhes szellemek, Hungry Ghosts. Yeah. Miért adtad ezt a címet a könyvednek? Ez egy buddhista elmélet, hogy az emberek több birodalomba csavarognak lelkileg. Egyik a pokol birodalomja, ahol a legfájdalmasabb érzéseink vannak, a gyűlölet és a harag és a félelem. Aztán van az emberi birodalom, ahol mint emberek élünk. Aztán az állatbirodalma, ahol a legmélyebb kívánságaink és étvágyaink vannak, például a szexualitás, vagy az étel, stb. És aztán van az úgynevezett éhes szellemek birodalma, amiben a bennlakók, az ott lakók nagy gyomorjuk van, nagy hasuk van, nagyon szűk nyelőcsövük van, és kis nyakuk, nagyon kis szájuk, mindig éhesek, és mindig a kívülről próbálják valahogy lenyelni, vagy befalni hogy a világot, hogy ne legyünk olyan éhesek általában. Ez persze a szenvedélybetegségek világa, és az én véleményem az, hogy az emberek azért élnek ott, mert el akarnak menekülni a pokoltól. Tehát a drogok mindig arról vannak szó, hogy ezeket a nehéz érzelmeket ne érezzük, amik a pokol a birodalmába érezzük. Mindenkibe benne van ez, bennem és neked, és mindenki másban is benne van ez a tendencia, ez a lehetőség. A kérdés az, hogy mennyi időt töltünk ott. És mit gondolsz, ez az éhes szellemek birodalmában élőknek a saját morális felelőssége, hogy ők ott vannak, vagy pedig az egész társadalomnak a felelőssége, hogy oda kerülnek emberek ebbe az állapotba? Nézd, a Buddha 2500 év előtt azt mondta, hogy semmi se történik egyedül. A sok nélkül nincs az egy, és az egy nélkül nincs a sok. Összetartozunk, mint emberek, és ami egy emberre történik, az tükrözi azt, hogy mi történik a társadalomban. Ez igaz a drogszenvedésekre is. Ezek mind azért vannak ott, mert mi gyerekek nem védtük meg őket, se őket, se a szüléket, tehát meg voltak erőszakolva. Nincs egyetlen egy paciensem, női paciensem a Vancouver keleti belvárosában, aki szexuálisan némileg nem volt megerőszakolva, mint gyerek. 12 év alatt egy nővel sem találkoztam, aki az nem tűnt meg, és sokszor a férfiak között is, és mindig rosszul voltak vele bánva, vagy el voltak hagyva, vagy ütve voltak sokat. És emiatt a szenvedés miatt jött a szenvedély. És persze, hogyha ezt magyar körülmények között akarjuk megnézni, miért van abban az országban a világ legnagyobb, legtöbb halála átlagban az alkoholizmus okozta májsorvadásba. Éppen azért, mert történelmileg és személyesen a magyarok sokat szenvedtek. Ez nem egy morális hiba, ez egy történelmi és személyes igazság. Beszéltél a problémákról. De hogyan látod a megoldást? Tehát, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat leküzdeni? Éppen nem úgy, ahogy most próbáljuk. Mert az úgynevezett war on drugs, ez a háború a drogokkal szembe. Az amerikai nép a világnak az 5%-át reprezentálja, de 25%-a a börtön a foglyoknak amerikaiak. Tehát az úgynevezett land of the free, ahogy az angolok, ahogy az amerikaiak szeretnék magukat hívni, a szabadság országába van a legtöbb fogoly az egész világban. És sok részben azért, mert az úgynevezett war on drugs, a drogok ellen háború, főleg amerikai vezetés alatt folytatódik. Na most persze nem lehet drogokon háborút végezni, a drogokkal szemben, csak az embereken lehet háborút végezni, és az emberek, akik sokat szenvednek ettől, nem azok, akik a nagy drog cárok, nem azok, akik a nagy pénzeket csinálják, hanem éppen azok, akik utcán élnek, és egy kicsit árulnak, kis drogokat árulnak, hogy a saját szenvedélyeket tudják valahogy pénzügyileg megengedni. Ezek vannak a börtönökbe. Na most, ilyen körülmények között nem lehet az embereknek segíteni, mert az ember megnézi a tudományos kutatást a droggal kapcsolatban,
a szenvedélybetegségnek a legnagyobb oka a stressz. Tehát az embereket, törvényen kívül érzem az embereket, és üldözöm őket, és lenézem őket, és elveszem a méltóságokat, és betegvé teszem őket. Hogy tudod őket most segíteni? Hogy tudod nekik most segíteni? Tehát épp az ellenkezője szükséges, a humanitás, hogy mondjam, a compassion, együttérzés, intelligencia, türelmesség, támogatás, jó étel, jó lakókörülmények között, és akkor lassanként lehet őket folytatni a drogokról. De amikor stresszoljuk őket, akkor csak éppen ragaszkodnak a szenvedésmentő drogokhoz. Magyarországon kormány jelenleg azt tervezi, hogy szigorítsa a büntető törvénykönyvet, tehát hogy szigorúban ítéljék meg a drogfogyasztást. Mit üzennél a magyar politikusoknak ezzel kapcsolatban? Azt mondanám nekik, amit a kanadai politikusok is mondanák, amit itt is épp ez történik. Mint egy orvos, nekem nem szabad olyan munkát tennem, amit nem tudok tudományosan igazolni. Tehát meg kell néznem a bizonyítékot, Tehát a politikusoktól is azt meg kellene követelni. Csinálj, amit akarsz. De először bizonyíts be, hogy ennek értelme van. Most az ember megnézi a bizonyítékot, illetve a tudományos kutatást, amikor megnézítjük a drog elleni törvényeket, mit látunk? Azt látjuk, hogy itt kudarc, ott kudarc, itt nagyobb kudarc, és ott még legnagyobb kudarc. Mint például az Amerika is egy nagy példány ennek. Tehát milyen alapon teszed meg ezeket a törvényeket, amikor látod, hogy sehol sem működnek, és hogy mindenütt csak rosszabbítják a dolgokat. Nem állítják meg a drogszenvedélyt, nem állítják meg a drogoknak az importáciáját. Tehát megkövetelném a politikusoktól, hogy legyenek tudományos egy kicsit, és szolgálják az emberiséget. Mert miért támadjuk épp azokat az embereket, akik a gyerekkorukban a legtöbbet szenvednek. Mostanában nagyon sokat lehetett olvasni a sajtóban a te nevedről, és egy másik elég furcsa hangzó dél-amerikai főzet nevéről, az ayahuascáról. Yeah. El tudod mondani, mi az az ayahuasca, és hogyan kerültél ebbe ezzel kapcsolatban? Az ayahuasca egy az Amazonból ered, ahogy mondod, egy nagyon fás, mindami az Amazon dzsungelbe a fák körül növekedik, és ezt összekevered egy másik növénnyel, és 8 óráig forralt vízbe teszed, akkor kapsz egy teát, ami a világnak a legföltelmesebb ízlése, amit valahogy tapasztaltam, és utána hányongered lesz, tehát nagyon nagy élvény, ahogy el tudod képzelni, de ezzel szemben látsz bizonyféle, hogy meg visioneket, látomásokat, amik összekapcsolnak az igazi létedhez, és látod azokat a fájdalmakat, amiktől menekülni akarsz, és azt is látod, hogy elég egész vagy, és hogy alapvetően ember vagy, tehát nem kell menekülni semmitől. Egyszer volt alkalmam megpróbálni, és tényleg megpróbáltam, és láttam a hatását, és láttam, hogy mi benne a lehetőség, és mi benne a fantázia. És akkor mentem Perúba, és tényleg tanulmányoztam a dolgot, és mentem Spanyolországba, ahol ezt a dolgot tényleg tanulták már, és kutatták a tudományos szempontból az egyetemen. És azóta többször dolgoztam már ezzel a növényel itt Kanadában. Angolul mondják a radár alatt, mert amit most megtudtam, nem egészen törvényes így se ez a dolog. Annak dacára, hogy a tudományos kutatás szerint nem okoz szenvedélybetegséget, sőt, segít neki, és nincsenek legalábbis a jó kezekbe, nincsen semmi kárhatása. És tényleg sikeresen kezeltem már több drogszenvedés embereket, akik abba hagyták a szenvedélyüket. Nem azt, hogy odaadod valakinek, hogy ezt te is ígyed meg, és menjél haza, és meg fog gyógyulni, ez nem olyan fajta, nem egy nyugati féle valami, hanem tényleg a ceremóniai körülményekbe kezd használni, és tényleg jó vezetőség alatt. De sajnos most abba kell hagynom ezt a munkát, mert a kormány megtiltja, és nem akarok se hős, se mártír lenni, tehát amíg nem kapok engedélyt, hogy tehessem ezt a munkát, tényleg abba kell ezt hagynom. Ami kár, mert
tényleg sok embernek segíteni tud. Nem egy úgynevezett panacea, ami mindennek segít, ez nem egy varázs valami, de a jó kezekben, a jó körülmények között az ember tiszteli a forrásai és az eredetét ennek, és az ember olyanokkal dolgozik, akik ismerik a növényt, mint ahogy én teszem, megdöbbentő sikerrel, vagy impressziós sikerrel tud járni ez a munka. Ez megint arról beszél, hogy a kormányok nem egészen tiszták látják a dolgokat, és félnek az új dolgoktól, és főleg félnek a régi dolgoktól. Mert az ayahuasca már évszázadokon keresztül használva van az Amazonban, és sikeresen.